Az október 2-ai népszavazás közjogi értelemben nem volt eredményes, viszont 3.200.000 ember nyilvánította ki országosan, hogy nem akar kötelező betelepítést. Az üllői és vecsési szavazókörökben forgattunk, de a gyáli hivatalban is megérdeklődtük az eredményeket. A gyáli polgárok is a szavazóurnákhoz járulhattak, közel 19.000-en tehették volna ezt meg, de sajnos alig több mint 7.000-en éltek ezzel a lehetőséggel. Kérem, röviden tájékoztasson a legfontosabb adatokról. Valóban az október 2-ai népszavazáson gyálon a szavazásra jogosult választópolgároknak mintegy 37,5%-a jelent meg, ami valamivel kevesebb, mint az országos átlag. Egyébként az eredmények azok hasonlóan alakultak az országos átlaghoz, azaz körülbelül a megjelenteknek a 99-98,5%-a nemmel voksolt, és nagyjából 5% körüli egyébként az érvénytelen szavazatoknak az aránya. Ez azért elég magas az érvénytelenek száma, és az igenek száma is, ha jól tudom, akkor 2% alatt maradt. Így van, hát ugye az érvénytelen szavazatok száma nyilván azért lehetett ilyen magas, mint a országos átlagban is, hogy voltak olyan pártok, akik az érvénytelen szavazatra buzdítottak. Az igen szavazatok pedig valóban 2% alatt vannak, tehát durván 1,5% az igen szavazatoknak az aránya. Üllőn is hasonló, az országos átlag alatti részvételi arányról számolt be a város jegyzője. Október 2-án 9218 választópolgár járulhatott urnákhoz. A részvétel településünkön 38%-os volt, ez egy picit alatta marad az országos átlagnak. A választópolgárok viszonylag nagy számú érvénytelen szavazatot adtak le, a településen 175-öt jelentett. Ez a korábbi választási gyakorlathoz képest ez picit magasabb szám. Az érvényes, érvénytelen szavazatok aránya így egy picit negatív lett, viszont az országos átlagnak megfelelő az igen és a nem szavazatok aránya. Tehát az azt jelenti, hogy az igenek 2% alattiak, a nemek pedig 98% körüliek. Igen, 98% a nemeknek az aránya. William.